A baranta hagyományos magyar harcművészet, amely a magyarság népi, testi és harci kultúráját foglalja össze. A Hódbaranta csapata már számos városi rendezvényen szerepelt. Az izgalmas foglalkozások és az emelkedett hangulatú bemutatók után a helyi egyesület meghívására a hétvégi Balassi kupán a barantát, mint versenysportot ismertették meg a közönséggel az ország minden területéről és a határon túlról érkezett csapatok. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Hódmezővásárhely adott otthont a 10. Balassi kupa szabjavívó versenynek. A rendezvényt a Hódmezővásárhelyi Alföldi Szabadidő Egyesület Hódbaranta szakosztálya és az Országos Baranta Szövetség közösen rendezte meg a hétvégén a Balog Imsi Sportközpontban. Nagyon örülök, hogy a 10. Balassi kupát itt Hódmezővásárhelyen a Baranta Egyesület, a Szövetség szervezésében szervezhetjük meg. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve megdobban, hogyha Balassi Bálintról hall, hiszen az első igazán nagy magyar költője a nemzetnek, igazi végvári vitéz, aki harc közbeni sérülésben halt meg, úgyhogy az ő emlékének is emléket állít, őrzi ez a verseny. A speciális sportágakat befogadó 4 szakosztálya rendelkező Alföldi Szabadidő Egyesület olyan társaságokat tömörít, amelyek szerettek volna jogi szervezetként elindulni a helyi sportéletben. 4 szakosztályból áll, egy barantás szakosztály, ami ezt a versenyt szervezte, van egy veteránmotoros, egy túramotoros és egy természetjáró szakosztályunk. Nyitva tartjuk a újabb szakosztályoknak a nyitását, az alapítókörötünkben is szerepel, hogy nem magunknak sajátítjuk ki ezt az egyesületet, hanem szeretnénk együtt dolgozni itt a vásárhelyi emberek szabadidős programjaiért. Az idei kupára 120-an regisztráltak, 92-en indultak a versenyen, a többiek pedig a bírói feladatokat végezték el. Nálunk ugye a bíró az egy egészen más szerepet tölt be, mint máshol, hiszen a bíró csak kontrollál, hogy a két bíró a két versenyző, a két főbíró mindig a két versenyző. Ugye nálunk úgy illik, hogy a találatokat be kell mutatni, ha valakit elértek, eltaláltak, ő maga jelzi a bíró felé, és hát a bíró valójában nem más, mint a becsületnek az ellenőre, és hogyha úgy látja, ő csak jóvá hagyja a megállapításokat, és ha úgy látja, hogy valahol egy kicsit úgy kezd elcsúszni az a bizonyos becsület abba az irányba, hova nem kellene, akkor próbál beavatkozni annak érdekében, még akkor is sokszor csak nevelő jelleggel, egy kicsit irányítva, hogy lássa az ember, hogy a valóság tisztelete mindennél előbbre való. Felvidékről, Erdélyből is érkeztek versenyzők a megmérettetésre, de az ország minden területéről képviseltették magukat a kupán, a magyar egyesületek tagjai is. 2008 óta üzzük a fiaimmal, mert jó. Szeretjük csinálni, teljes mértékben tudunk azonosulni magával a sporttal, illetve az életfelfogással is. A kupán 6 kategóriában díjazták az első 3 helyezettet. Úgynevezett csikó korosztályból van 3, ők a 3-tól 13 éves korosztályig, van egy kese korosztályunk, a 14-től 17 éves férfi korosztály, a menyét korosztály, ami a 13 évesnél idősebb hölgyek, illetve az őskű korosztály, aki a 18 évesnél idősebb felnőttek. És minden korcsoportban hirdetni fogunk első, második és harmadik helyezettet. A legeredményesebbek a helyi fazekasok által készített érmeket kapták ajándékba, a kategóriák győztesei pedig megnyerhették a Balassi kupát, de egy vándorkupa is új gazdához került az őskű kategóriában.